mi ez? Trap quiz. A trap quiz támogatója. Lesz itt content. A helyszínt, a felszerelést és a stábot a 4K Raiders csapata biztosította. Wow, stábjuk is van. Kvíz kérdéseket teszek fel nekik 4 válasz lehetőséggel, nekik pedig párbajozniuk kell egymással. Az első epizód vendégei, hát 2 nagyon komoly forma, Kevin és Dani, nagyon komoly formák. Hát a Danielról már sok dolgot olvastam, mondjuk. Kumic! Felbontottam! Dani elvette tőlem, és felhúzta magának! Lement a p***mhoz, jól el... Úristen, na jó, oké. Jó, szerintem ennyi elég? Szerintem nem olvashatom fel. Nem folytatom. Hogy érzitek magatokat? Egyelőre jól, de még nem történik sok minden, majd kiderül, hogy fogjuk a végén. Hát, már azért ez a beforolás, hogy... Amúgy ezt nem értem, ezt a kapucni, sapka, napszemüveg, de egy indoors. Milyen szereken van az ember, hogy ez kell ahhoz, hogy eltakarja a dolgokat? Összesen 10 kérdést fogtok kapni. Hip-hop, popzene és divat témában. Lesz-e segítségetek? Tehát egy tetszőleges kérdésnél valakit felhívhattok, akit csak szeretnétek, ez lehet bárki. És a végén a nyertesnek egy kis ajándékkal készülünk, úgyhogy... Mi a típa? Azaz nekem. Nem tudom, hogy ez egy mekkora költségvetési műsor lehet, és hogy ez megérte egyáltalán ezt a költségvetést, mert nem tudom, mekkora stáb lehet ezek mögött, mert azt mondták, hogy van stáb elméletileg, meg amúgy itt a stúdió is elég faszán néz ki. Hát, mert most, hogy itt tényleg csak az lesz, hogy random dolgokat megkérdeznek, és ezekre válaszolnak, és így ennyi, az elég... Hát ingerszegény szerintem a mai fiataloknak, és itt ők vannak megcélozva. Hol született 21 Savage? A. Atlantában, B. Kubában, C. Londonban, D. Chicagóban. Ezek... Ki a f***t érdekel? Igen, hát mindketten rosszat írtak. Chicago! London! Mi van? Ja, tényleg vissza akarták toloncolni, emlékszem rá! Mekkora melltartó horna Nicki Minaj? Uram, Istenem. Tehát akkor ez nem az a kultúrszintű trap quiz. Hát igen, ez... Baromságokat kérdeznek, olyan dolgokat, amiket így valószínűleg nem is tudnak. De A, B, C, D, E, F nem így megy fel? De. De biztos, hogy nem kérdezni, hogy mi a kosárat, most Kevinnek van igazán, mert F kosárat volt. Ugyanúgy van a metafor, hogy A, B, C, D, E, F is van a legnagyobb, de pak. Hol voltam tudva, D, amit? Az nem a csapósod, nem gondoltam, az át, most az NBA. Erről beszélnek, ezt nem hiszem el. Hogy hívják? Bray, kisfiát. Jó, de mondjuk, köszönöm, hogy mindketten tudjuk, és mindkettőnek jó a válasz, és Poseidon. Adonis vagy Zeus? Zeus, Adonis. Nem, hogy C. C? Adonis? Hát igen, mindketten igazán. Tényleg az a neve? Hallgatjátok egyébként Drake-et? Hát ő biztos többet, de... Én igen. De én is sokat amúgy. Nagyon jobban is vagyok. Hát tőle szokott másolni klippeket. Melyik luxus márka a legrégebbi? Wow, ez aztán trap quiz. A luxus márkának aztán k***a sok köze van magához a trap zenéhez. Mert az, hogy arról rappelnek sokan, az nem azt jelenti, hogy ez a trap zenének mondjuk egy... alapja lenne. Még Nicki Minaj mellméretének is pont ugyanannyi köze van a trap quizhez. Sőt, akkor már lehet, hogy luxusmárkákkal közelebb járunk. Számoljuk azt, hogy hány kérdés lesz benne, ami a traphez kapcsolódik. Eddig mennyi volt? 0? Az a baj, amióta elolvastam a Tidenről a kibaszott fanfictionöket Instagramon, azóta csak arra tudok gondolni, hogy meglátom az embert. Melyik rappernek nincs egy tetoválása sem? Nagyon easy. Lil Baby, mert ő ki is jelentette, hogy ő nem tetovál. Tudtam, hogy Lil Baby, hát annyira gyorsan írta le, csak gondoltam, nem ilyen. Azt mondta, hogy nem teszek Ferrari-ra matricát. 4-1. Ez tényleg nem teszek Ferrari-ra matricát. Úristen. Utálom a New School rappet, utálom. Hát pedig az elég sokat merít a New School-ból. Milyen betegségben szenved 6ix9ine. Asztmás, klausztrofóbiás, tériszonyos, alkoholista. Hát ebből konkrétan csak az egyik betegség, szóval elég könnyű lesz kitalálni szerintem. Vagy vamzár. Jelzem. Vamzár. Nagyon felhívom valamelyik hülye gyereket. Telefonos segítséget fog kérni, úristen. Cső bro, figyelj, egy gyors kérdés. Itt vagyok a Sticky műsorában, és van egy kérdés. Milyen betegségben szenved a 6ix9ine? Te ezt tudod? Vagy klausztrofóbiás, vagy alkoholista, vagy tériszonyos? Az első 2. Nagy segítséget hívtál, szia Manu. Az más, klausztrofóbiás. Ja, most Manuelt hívta föl? Úristen. Hát a Manuel az éppen, szerintem azt sem tudja, hogy hol van. 0 negatív, meg 2 liter vodka. És ki volt a gyógyszer? Az a gyógyszer? Gyógyszer ki volt? Gyerekek, mi a fasz van? Menem kell... Csárek! Cső, srácok, sziasztok, sziasztok! Csárta, sió! Ne legyen elés! Csárta, sió! Mi a fasz? Na jó. Akkor B szerintem. Nem, alkohol is, tehát nonstop.
Nem, jól mondtam Manuel a megérzését, mert azt más. Ezt? Azt más, hát ennyi, csak az egy betegség, a három, tehát többi az nem. Milyen állata nincsen Rick Rossnak? Azt tudom. Bölény, bika, krokodil vagy oroszlán? Bölénye biztos, hogy nincs. Collectionje van. De mondja, ennek is nagyon sok köze van a trap zenéhez. Szerintem... 8. percre járunk. Szerintem oroszlán, mert nincsen neki. Mindkettő van, krokodilja nincsen. Az lett a másik tippem. Nézzük a kövit. Deep. Melyik női előadóval feküdt le The Baby? C. Igen, C. Na, végre. Milyen gyakran vásárol ruhát Lil Baby? Minden nap... Ez érdekes, ez a trap quiz bárkinek is. Tehát így... Érdekel valakit komolyan az, hogy milyen ruhát vásárol Lil Baby? Van itt a cseten legalább egy ember, akit érdekel az, hogy milyen gyakran vásárol a ruhát? Tehát nem az, hogy milyen ruhát, vagy mennyibe kerül, hanem csak az, hogy mennyire gyakran. Konkrétan nem hiszem, hogy érdekel bárkit is. És a születésnapomon jött ki ez a videó. Ezt kaptam tőlük. Kettő A? Persze. B. Hát heti kétszer. Elképesztő. Az az igazság, hogy Kevin, ezt elég fölényesen megnyerted most, úgyhogy neked jár az ajándék, ami nem más, mint egy hamisítatlan, nagyon csúnya karácsonyi pulcsi. Asztorolt. A Viva jó voltából. Ilyen romvíz is. Még ez is szponzorált, vágod? Mennyi pénzt kapnak ezért az egy műsorért, ami semmit nem ér? De konkrétan semmit nem ér ez a műsor, és annyi szponzor van a képernyő, hogy egyszerűen nem tudod megszámolni. De azért te sem csügyedj, Dani, tehát kapsz ezt. Én kapom a matricákat, de jó. Matricákat. Köszönöm szépen. Ezért te is vegyek. Én most megfelelkom a Márcire. A Márcire. Ez zseniális, tényleg, ez dögunalom. Ez egy értelmiségi csatorna, úgy éreztem, hogy ez tényleg a trap zenét azért alapjaiban vitatta. Egy nagyon-nagyon értelmes kvízt láthattunk. Tök jó volt. Azért én örültem volna, ha mondjuk legalább egy olyan kérdés van, ami mondjuk a szakmával kapcsolatos, nem pedig mondjuk mellméretekkel, de hát ez jár, ezt kaptuk. Megköszönöm a figyelmet, a kommentek között mindenképpen jelezzétek, hogy ti hányat találtatok volna el. Kövessétek be a srácokat Instán és engem is. Köszönöm szépen, hogy itt engem voltatok. Főleg. Főleg a Danit. A Danit főleg, nekem ma nem kell. Igen. Találkozunk legközelebb. Hát igen, akkor tudod, hogy igazi nagy rapper vagy, hogyha mindkettőtöknek bele kell írni a nevébe az, hogy official. Tehát ha benne van a nevedbe az, hogy official, akkor te vagy a legkirályabb. Van, aki meg tudja szerezni a nevet magának, és nem kell én vonalkákat beleírni, meg ilyenek, meg kap egy pipát. Az igazi rapperek, hát ők meg kicsit le vannak maradva, de legalább ott van, hogy official. Legalább nem ofiká van odaírva, ugyebár, mert azt is láttuk már. Nerdhubos ifjú sráctól. Köpköd alul egy füstgép, és rázatom magam árammal. Jó. Úgyhogy végre a füstgép és a nyakörv egyszerre is tudott működni. Just Finn mindenhez értem, hogy azt vettem észre. Programozni is tud, zenélni is tud, filmezni is tud, animálni is tud. Ért az elektronikához is, bazeg, ez már öt nagyon-nagyon hasznos dolog. Emberünk ez kajak... zseni. Hát ez egyik legigényesebb szponzor amúgy. Tehát Just Finn mindig nagyon jól megoldja szponzorokat és high quality az összes. Legtöbbször. Hát ez nem egy elekrobi videó amúgy, igen. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál. Donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.